Hozzák már az első kört abból az 500 doboz pipadohányból, amit a NAV pénzügyőrei találtak. A vörös, különös kinézetű vízi pipadohányról a Beregsuránynál átlépésre jelentkező ukrán sofőr nem tett árubejelentést, és így próbálta a termékeket az országba hozni. Az ellenőrzés során a dobozokban lévő 1 kg-os csomagok közül több, mint 3000 darab került elő. Saját bevallása szerint nem ismerte a dobozok tartalmát. Ez 3000 kg úgynevezett vízipipa dohány, ami tényleg nem hasonlít dohányra első ránézésre, de ez egy speciális termék, ami egyben jövedéki termék is. Ennek a adótartama 88 millió forint, és ennek a kétszerese került bírságként kiszabásra, úgy közel 190 millió forint. És a termék elkobzásra került, illetve most történik ennek a megsemmisítése, és ettől függetlenül pedig büntető feljelentést is tettünk, mivel ez költségvetési csalásnak is minősül. A pipadohányt a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei adó- és vámigazgatóság semmisítette meg, a Nyíregyháza Orosz területén található hulladékkezelő üzem telephelyén. Az eset nem egyedülálló, az ukrán határszakaszon egy hónap alatt közel 80-90 ezer gépjármű ellenőrzésére kerül sor. Az utóbbi időben 500 jogsértést derítettek fel.